Júniusban a 10. számú választókörzetet járta be az önkormányzati delegáció, mely Balogh Donát képviselőhöz tartozik. Ez alkalommal a külterületen, a Neszűrben tettek egy rövid sétát, majd az öregerdei gyermektáborban tartottak lakossági fórumot. A múlt hónapban is folytatódott az önkormányzati körzet bejárások sorozata. Ezúttal külterületre, a Neszűrbe látogatott el a városvezetés. Régen a szemét gyűjtőhelye arra volt, most látszik, nem is látszik, hogy hol volt régen. Az új szemétlerakó hely pedig innen látható, hogy teljesen kultúrált, kim vannak a konténerek, valamennyi szemét van mellette, de szerintem ez egy teljesen vállalható állapot. A delegáció egy rövid sétát tett a Neszűrben, ahol Balogh Donát képviselő fejlődésről és a körzet tisztaságának javulásáról beszélt. Ezt követően az öregerdei gyermektáborban tartott lakossági fórumot, ahol panasz érte többek között a külterületre kivezető kerékpárutat, illetve annak tisztán tartását. Az kegyetlen ez a kerékpár, elmondom, hogy mi a gond. Dr. Szabó Tamás polgármester válaszában kifejtette, hogy tervben van a kerékpárút hálózat bővítése és helyenként kiszélesítése, a megfelelő karbantartás igényét pedig jelzik az illetékes vállalkozásnak. Akkor jelezzük nekik ezt a részt, hogy nem elfogadható az, hogy ott hagyják a törmeléket, harmadrészt pedig arra legyen akkor valamiféle kapacitásunk, ezt majd beszéljük meg, hogy azt, ha ilyen takarítás vagy ilyen tisztítás van, és fele munkát vagy félbehagyott munkát végez a kolasz, vagy az, aki ezt elvégzi, ugye nyilván nem a mi érdekkörünkbe teszi ezt, hanem a saját módjára, hogy akkor fejezzük be ezt a munkát, legyen rá valamiféle megoldás. Javaslat érkezett az önkormányzati ültetvényeken termelhető takarmány növényekre is, nevezetesen marhatökre, és a kosárfonáshoz alkalmas fűféle telepítésére tett javaslatot az egyik lakos, illetve a 8-as dűlőben található kereszt megújításának lehetőségéről érdeklődött. Az a helyzet, hogy a terület, a megművelhető terület nagyságát illetően úgy elérkeztünk ahhoz a határhoz, ahhoz a teljesítési határhoz, amit annyi emberrel, akkora létszámmal, amennyi erre nekünk rendelkezésre áll, munkaerővel, nyilván számtalan egyéb feladatuk van a közmunkásoknak, nem csak itt dolgozni. A keresztkérdésben Szatmár Jantalné alpolgármester asszony jelezte, továbbította a kérést a fejlesztési irodának. Ezt Balogh Donát képviselő is megerősítette, ahol megtörtént az árajánlatok bekérése. Mélységesen egyetértek vele, ismerem is ezt a részt, meg a keresztet is, tehát nagyon megérett a felújításra. Én rögtön jeleztem a fejlesztési irodának, illetve Balogh Donát képviselő úrnak is, ennek a keresztnek a sorsát. A lakossági fórum végén felmerült, hogy a város heti lapját, a Jászkőt újságot szeretnék a Neszűrben élők is megkapni. Erre a problémára a városvezetés és az újság közösen keresik a megoldást.